Sziasztok, ez itt a Bögre Humankind Pre-Alpha betekintésének legújabb epizódja, és egy újabb szenárió vált elérhetővé, ami igazából 4, úgyhogy ebben is a következő részben ezen a 4 szenárión fogunk végigmenni. Ezek mindegyike a csatáról szól, és gyakorlatilag nem is látunk más benne, csak a csatákat. Az első az egy ilyen nagyon alapvető bevezetés az ütközetekben, a második már egy jóval összetettebb, a harmadik egy ostrom, a negyedik pedig egy ilyen esélytelen védekezés. Úgyhogy most megnézzük az első kettőt, és a következő részben, ami vagy holnap lesz, vagy valamikor a napokban, abban pedig a második kettőt fogom megmutatni. Előre szeretnék szólni, hogy nem biztos, hogy ezeket meg fogom nyerni, mivel a csata ebben a játékban is az a csapások nagyon nehezek. Úgyhogy, és annyira nem is vagyok kibékülve vele teljesen, de megint csak pre-alpha a játék még, úgyhogy még nagyon sok lehetőség van arra, hogy fejlődjön és hogy jobb legyen. Úgyhogy vessük is bele magunkat, Beneath Our Hooves-zal kezdünk, ami egészen az ókor, legókorabbig részéig visz vissza minket. Rögtön az első szenárió, ahol a hettitákkal vagyunk Egyiptom ellen, ez a Kadesi csata, ez az egyik leghíresebb szekérütközet, talán az egyik legnagyobb szekérütközet, a valaha, és itt pedig az hettitákkal vagyunk. Nagyon egyszerű a helyzet, meg kell vernünk ezzel a sereggel ezt a sereget, ami ijász szekerekből áll, mi pedig rendes szekerek vagyunk. A csata, azt kell róla tudni, esetleg ha emlékeztek az előző részből, ha nem, akkor pedig elmondom most, hogy ezek gyakorlatilag ilyen instanszokban zajlanak. Tehát itt, amit láthattok szürkével, azok, ahol ténylegesen csata lesz, és ahol lehet mozogni az egységeinkkel, és ez is körökre osztottan zajlik. Viszont a különbség az, hogy a körökre osztottság kicsit máshogy néz ki. Van összesen 5 kör, és amint lejár az 5 kör, addig gyakorlatilag az instanszon belül vagyunk. Viszont amint lejár az 5 kör, onnantól kezdve a nagy képen, nagy térképen is vinni kell tovább egy kört, tehát 5 kört lehet lejátszani anélkül, hogy a nagy térképen tovább kéne lépni, és aztán persze folytatódhat a csata, de egyelőre ez így van. Remélem ez nagyjából világos volt. Kezdődik rögtön egy confirmation, hogy meg akarjuk-e vívni a csatát. 112 a 100 ellen, igen, szeretném. A következő pedig, ez egy capture the flag féle csata, ami egy érdekes koncepció, majd erről beszélünk picit később, úgyhogy most jön a deployment szakasz, amikor lerakjuk, hogy az egységek hol álljanak. Te ott nagyon jól vagy fent, a többieket pedig szeretném kicsit, hát mondjuk így, nem nagyon akarom őket eltávolítani egymástól, mert most fontos lesz, hogy együtt legyenek. Ezeket a csatákat én már megvívtam egyébként egyszer, és mindegyiket megnyertem egyszer, de mondom, mivel nagyon nehezek, nem biztos, hogy megint sikerülni fog őket megnyerni. Úgyhogy váljunk is bele, megvan a deployment, mehet a csata, és rögtön itt van egy ellenség. Az egyik legfontosabb dolog, amikor a csatákról van szó itt a Humankindban, az, hogy ki van feljebb, ki van magasabban, és ez elképesztően fontos. Tehát ez mindennél fontosabb. Gyakorlatilag az, aki feljebb van, nem azt mondom, hogy lehetetlen, hogy elveszítse a csatát, de óriási tömeget sikerül legyőzni, csak azzal, hogy ő magasabban helyezkedik el, mint a másik. Úgyhogy ezt érdemes részben tartani. Innen lentről például, ha megnézitek, akkor itt írja a játék, hogy milyen várhatóan milyen veszteségek lesznek a két oldalon, mennyi életveszteség. Azért itt veszítünk, hogy viszont innen támadok, sokkal többet sebzünk, és sokkal kevesebbet fogunk elveszíteni. És ilyen szempontból ez jobb lesz. Ezzel idejövök, már csak azért is, mert itt van egy másik barátunk, akit talán érdemesebb lenne megtámadni ezzel az egységgel. Meg is ütöm. Ez, ugye ők egy szinten vannak, ugyanazon a szinten, de mivel az én egységem sokkal erősebb közelharcban, ezért tök sok sebzést beviszek. Ezzel talán rá tudok támadni. Így. Viszont ezzel ugye innen fogok, ezzel pedig innen. Remélem, hogy sikerül majd megölni. Ezek egy szinten vannak, tehát ezzel be tudjuk fejezni itt a csatát. Mivel már lejátszottam ezt a csatát egyszer, ezért pontosan tudom, hogy hol vannak az egységek. Itt van még két másik, illetve hogy kivel kell megküzdeni. Hogyha így viszem, akkor látjátok, azért van némi veszteségünk, és nem az igazi a sebzés. De hogyha ide kihúzom először, és aztán támadok, akkor már is minden sokkal szebben néz ki. Úgyhogy ezt így szeretném. Cool. És viszont harmadikra, hát kénytelen leszek alulról támadni. Ennek nem örülök, viszont nagyon minimális lesz
a sebzés, amit elszenvedünk, hiszen már rögtön egy legyengült egységet ütünk. Jó. Már csak kettő másikat kell megtalálni, és véget is ért a körünk, most jön az ő köre. Ugye ezek roundok és turnök, a round az az, amiből öt van, mielőtt egy turnt kéne végrehajtani, és hogyha végrehajtjuk a turnt, akkor pedig maga a külvilág is mozog, nem csak az instance. Van ez a Capture the Flag dolog, ez oppá, hogy ezt hogy leszették, az nem volt szép. Szóval ez a Capture the Flag dolog, ez őszintén szólva nem vagyok benne biztos, hogy tudom, hogy hogy működik, de ráállhatunk egy egységgel, próbáljunk most ráállni, és úgy megnyerni ezt a csatát, mert úgy is megnyerhetjük az ütközetet, hogyha elég ideig birtoklunk egy pontot. Nem tudom ez mennyi, a játék nem feltétlenül avat be minket ilyen titkokba, és ilyen családtitkokba is rejtélyek be, de majd biztos a végső verzióra ez javulni fog. Azért ezen a csata rendszeren van nagyon sok javítani való, és még ebben az annyira nem is jön ki, majd a következő ütközet az kicsit egyértelműbb lesz, hogy vannak gondok sajnos, és persze automatikusan is meg lehet vívni a csatát, viszont nem ez a cél. Az lenne a cél, hogy le lehessen őket játszani. Viszont például az egyik gond az az, hogy a UI, nézzétek csak, elképesztően sok nagy részét takarja ki a képernyőnek a UI. Ez itt például teljesen fölöslegesen ilyen hatalmas nagy. Tényleg semmi előny nem származik belőle. Na itt van egy jó példa arra, hogy mennyire különböző az, hogyha így felfelé támadok, amikor vagy meghal, vagy nem az ellenség, vagy hogyha így támadok, amikor pedig tuti meghal, én pedig alig veszítek életet. Így, né. Szóval a UI az pedig amúgy ezek a srácok, akik csinálják ezt a játékot, nagyon értenek a UI-hoz, úgyhogy nem tudom, hogy itt mi mehetett félre, de egyelőre ezen a UI-on kifejezetten van még mit dolgozni. Túlságosan nagy részét foglalja el itt középen ez a dolog. Főleg, mert ennek a csatáknak ebben a játékban nagyon sok szereplője lehet. És hatalmas térségben, hatalmas területen zajolhatnak. Ezt valószínűleg majd a következő utáni, de az ostrom alatt fogom jól megmutatni nektek, vagy tudom majd jól megmutatni nektek, hogy mégis milyen óriási területeken zajlanak a csaták, és mennyi egység mozoghat egyszer egy ilyen csatában. Na ez meg is van, akkor mehetünk tovább a következőre, ami pedig egy spártai, vagy görög és perzsa szembenállás lesz. King of the Hill, Battle of Plataea. Use of reinforcements will be key, both utilizing your own and hampering the enemies. Note that once your immortals hold the high ground, they will be deadly. Hát bizonyám, ez nagyon igaz, viszont igaz az ellenségre is. Anna az érdekesség ennek a csatának, hogy itt már két sereg néz szembe egymással, mármint négy. A mi oldalunkon van két vagy négy drop horseman, akik kb. Semmit nem érnek ezek ellen az egységek ellen. A másik részen pedig az immortálok, akiket pedig érdemes magasra küldeni. Na most ennek a csatának az a trükkös része, hogy, és ezt azért tudom elmondani nektek, mert ezt már végigcsináltam nem egyszer, nem kétszer ezt a csatát, hogyha ővele támadok ide, akkor ők ezt a hegyet fogják befoglalni védekezőnek, és akkor oda nehéz, nagyon nehéz feljutni. Ha pedig ezzel támadok, akkor ezt a hegyet, ide pedig konkrétan lehetetlen feljutni. Egyszerűen rosszul van kitalálva ez a térkép, és rosszul van megvalósítva is. Úgyhogy muszáj vagyok innen támadni, ők is részt fognak venni a csatában, tehát annyira nem kell miatt aggódni. Úgyhogy itt már is tudok jönni. És 216 a 200 ellen fog harcolni, van reinforcementünk, úgyhogy hát konfirmáljuk a csatát, mert hogy mi más lehet csinálni ilyen helyzetben, vagy ilyen esetben. Az egyik egységet mindenképpen szeretném ide rakni, az egyik lovasságot, mert a probléma az, hogy a másik oldalon vannak íjászok, ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy nekünk ki kell támadni. Tehát nem tehetjük meg azt, hogy egyszerűen csak beállunk ide, a deploymentet azt befejeztem, tehát beállunk védekezni, mert hogy két kör alatt be kell fejezni ezt a csatát, ami azt jelenti, hogy nem ülhetünk a seggünkön. Tehát hiába állok fel például ezekre a magas pontokra, látjátok? Ők ott vannak a hegyek tetején, tehát nem tudok vele mit kezdeni. És itt aztán nagyon meg kell majd gondolni, hogy ki hova fog menni. Ami az egységeket illeti, itt vannak a különböző statjaik, az immortálok, close combat unit, used for protecting range units from cavalry, sajnos nincsen range unitunk, és stronger when fighting from high ground and fortified positions.
Ezt viszont megpróbáljuk beadni. Te gyere. Téged meg tudnának itt ölni, viszont az a probléma ezzel, hogy egyrészt a lovassággal is be tudom ezt játszani, tehát a lovasság is jó lesz erre. Másrészt, ha ezzel az egységgel ide lépek és megölöm, akkor ugye ő itt fog megállni. Itt nem úgy van, mint a Civilizationben, hogy átveszi az egység helyét, ahova bemegy, vagy bemegy az egység helyére, akit megöl, hanem megállott, ahonnan kitámadna. Hogyha itt ez megáll, akkor azt jelenti, hogy ő is le tud jönni, és fentről tudja támadni. Ez is fentről tudja támadni, azt hiszem, ez pedig azonos magasságból, és vannak még ott, ahonnan ezek jöttek. Úgyhogy ez rossz taktika. Esetleg azt meg lehet csinálni, hogy ha ideállnék, akkor az megint ugyanez. Viszont, ha ideállok, ők innen nem tudnak letámadni, hiszen ezek a nagyon meredek hegyormok nem engedik meg. Úgyhogy ezzel egyszerűen csak ide fogok állni, és megpróbáljuk bebételni az ellenséget a támadásra. Oké, a lovassággal pedig... Hát, többfajta módon is el lehet indulni. Az a baj, hogy akárhogy támadom meg ezt az archert, mindenképpen ez a lovasságnak ennek sanyi lesz. Tehát, hogyha innen támadom, tehát így, amit megtehetek, akkor is ugye ő meg tudja támadni fentről, és nagyon nagy veszteségeket fog elszenvedni, de legalább az IS-okkal tutira végez. Ha innen támadok, akkor vagy végez, vagy nem. Látjátok? Lehet, hogy 95 élete lemegy le, lehet, hogy mind a 100% lemegy. Viszont, mivel itt felülről jövök, meg tudom ölni, vagy pedig innen jövök, akkor nem vagyok közvetlenül ott az ellenségnél, viszont ugyanúgy elér, hiszen elég sokat tudnak ezek az egységek lépni. Viszonylag sokat, úgyhogy innen fog támadni. És ráadásul ott vannak még azok az egységek is, de semmi gond, mert a legfontosabb feladat most az, hogy az íjászokkal elbánjunk, ami most ezzel meg is történt. Van még valahol egy íjász, általában itt szokott átsorogni. Hogy őt hogy fogom kiszedni, az egy nagyon jó kérdés. És akkor a lovassággal pedig... Na most amit megtehetek, hogy bejövök ide, fogni ezt a pontot. Hostile control capture point. Units standing on the style receive no particular bonuses or penalties. Tehát elvileg, ha egy egységgel beállok ide, akkor ő nem fog penaltyt kapni. Igaz? Vele szemben sem, aki fentről támad. Aztán, hogy tényleg így lesz, azt majd meglátjuk. Szóval nem hiszek a játéknak annyira, mint amennyire ő szeretné, hogy higgyek neki. De mindegy is. Ezekkel a lovasságokkal pedig... Hát... Sok opcióm nincsen amúgy támadni, úgyhogy megpróbálok távol maradni azért a csatából, ne tudjanak lejönni a hegyről és csak megütni. Mennyire fog működni, nem tudom, háromból egyszer nyerte meg ezt a csatát. És akkor nem számoltuk a rengeteg újrakezdést, úgyhogy fun! Véget ért most a köröm, van akikkel nem léptem, ugye ezekkel egyáltalán nem, várom azt, hogy lejöjjenek most a hegyről az egységek, és ki tudjak támadni, mert felfelé támadni nincs esély, tehát látjátok, felfelé jutnék, nem is tudok ezzel már lépni. Kivel tudnék? Veled tudnék? Érdekes, hogy itt kicsit rosszul jelöl, hogy kik azok, akik még tudnak lépni. Tehát azt mondja, ők még tudnának, pedig tehogy. Nem baj. Az is probléma, hogy nagyon sokáig lép az ellenség. Főleg mivel, majd ezt látjátok a negyedik szenárióban, hogyha sokan vannak, akkor meg aztán tényleg ilyen percig csak nézed, hogy lép. És én nagyon szórakoztató, csak kivéve, hogy nem az. Megvannak az íjászok, itt vannak, ők lejöttek a hegyről, ez várható volt, de nem probléma, mert várható volt. Ő is lejön a hegyről, lássuk, hogy kap a penaltyt, az egységünk, aki védekezik. Megkapta a penaltyt, látjátok? Tehát hiába írja azt a játék, hogy nem kap penaltyt, megkapta. Most viszont meg lehetne próbálni csinálni azt, hogy felnyomulni a magaslatra. Hiszen ők most lejöttek, kicsit kibételtük őket, és akkor viszont fel tudnánk mi nyomulni a helyükre. Ezzel a lovassága, ha életben maradna, az a baj, hogy el tudok vajon itt menni mellettük? El tudok, viszont az íjászokat nem ölném meg. Itt az egységnek vannak zone of control-jai, viszont a lovasság át tud menni a zone of control-om. Viszont a sebzést be kell vinni, minden áron. Nem is kérdés, hogy... Azt muszáj lesz bevinni. Azt hiszem, innentől kezdve kicsit kevésbé halálosak, mert kevesebbet tudnak sebezni, de erről ne idézzetek. Oké, és akkor más nem is fogja tudni támadni, amíg ez az egység itt van. Na!
A kérdés az, hogy ezzel például, hogyha nem tudunk feljönni ide, mert ez egy külön lépés lenne. Aha. Az a probléma, hogyha például megöljük ezt mind a hármat, ez a kettő, ami itt marad, ez is elég lesz, hogy visszafogjon egy viszonylag nagy méretű offenzívát. Tehát azzal meg megint nem vagyunk kisegítve. Tehát amit tudunk csinálni, hogy ezzel fentről megtámadjuk ezt. Látjátok, hogy azért nagyon nagy a különbség, az erőkülönbség. Ez az egyik, amit tudunk csinálni. A másik az az lehetne, hogy ezzel az egységgel, ugye ezzel szintén betámadjuk és megöljük. Ezzel az egységgel le tudunk jönni, el tudunk jönni ide, ahonnan ezekkel szemben hátrányban lennénk, viszont ezekkel szemben előnyben. Tehát ők nem tudnának visszajönni magaslatra, kívül, hogyha ezek elmozdulnak onnan, és ezek bejönnek a helyére. Szóval, itt nagyon komoly taktikázások vannak. És szerintem ezek a csaták ilyen baromi sokáig fognak tartani majd a teljes játékban megjelenés után. Úgyhogy, ez itt amúgy viszonylag jó pozinak tűnik. Annyi, hogy két oldalról is tudják felülről ütni, úgyhogy annyira mégsem. De hogy más opciónk nagyon nincs. Ezzel talán, ha meg tudunk csinálni egy ilyen támadást, vagy pedig feljönni ide, és megpróbálni szemtől szemben találkozni az ellenséggel, vagy pedig fentről ütni őket. Tehát idejövök, megütöm őt, veszít egy csomó életet, viszont nem biztos, hogy a Horseman túl fogja élni ezt az összecsapást. Oké. Elég egyszerűnek, tehát elég egyértelműnek tűnik, hogy őt meg kell ölnünk, mert megtehetjük. Ha őt megöljük, akkor utána ezzel az egységgel ide beállhatunk. Ugye? Itt azért amúgy tényleg, tehát erről sokkal jobban eszembe jut a sakk, mint mondjuk a Civilizationnek a csatarendszere, mert sokkal jobban, tehát nagyon durván át kell gondolni mindent, és így se biztos, hogy nyerni fogunk. Azt mondja, hogy ez... Melyikkel kéne ellépnem, hogy jó legyen? Ez viszonylag itt olyan... Tehát ez azért jó itt, mert ezt szeretik, előszeretettel támadják. És hogyha valaki lejön ide támadni, akkor bekerül a katlanba, ahonnan nagyon könnyen tudjuk ütni. Ővel tudunk-e támadni mondjuk ide? Szerintem tudnánk, ha ez az... Nem. Ezzel tudnánk-e ide támadni, hogyha nem lenne ott az egység? Valószínűleg nem, mert át kell mennie az emelkedő. Néha nem egyértelmű, hogy hogy működik. Oké, azt mondom, hogy ezzel lépjünk ide, öljük meg őt. Ugye ez most elállta itt ezt a pozit, megöltük, cool. Viszont ez a hely itt felszabadult, hogy valaki odálljon. Te oda tudsz állni, igaz? És tudsz vele harcolni. De te ide is tudsz állni. Sőt, ide is tud állni. Na most, ha ide állna, akkor valószínűleg szétszednék. Ketten szétszednék. De innen fentről lefelé ütni, az jó. Oké, legyen ez. Tehát ezzel innen fentről lefelé jutunk. Ott van még egy egység. Na, ezt viszont nem vettem észre. Para ez a Fog of War, azért ezt lehet, hogy nem kéne. Ezt lefelé jutottunk vele, ami tök jó, viszont innentől kezdve nem tudunk ezekre rátámadni. Ez fog minden bevenni mindenfajta sérülést, vagy ütést. Viszont ezzel fel tudunk idejönni. Ami azt jelenti, hogy vele már magaslaton leszünk. Ennél magasabban már nem lesz nála senki. Legrosszabb esetben is egyenlően harcolhatunk. Még meg is üthetném vele, csak azzal én vesztenék inkább, úgyhogy nem. És még egy valaki nem lépett, ez a lovasság. Ezzel a lovassággal... Ugye magasról nem tudok már ütni vele, viszont fel tudnék jönni ide. Ide. És akkor a magaslati dolog az enyém lenne, vagy pedig ide, és innen ütni a hoplitákat, nagyon keveset veszítenének vele, viszont azzal forszolnám őket, hogy ezt az egységet mindenképpen üssék, hiszen foglalja a pontot. Ja, Istenem. Nagyon bonyi. Nagyon bonyi. Nem tudom, mi legyen őszintén szólva. Túl sokszor veszítettem el ezt a csatát ahhoz, hogy csak így belemenjek mindenfajta könnyen vett támadásba. Ha ezzel ide megyek, akkor valószínűleg egyébként őt nem tudják ütni, őt csak ő tudja ütni. De talán még ő sem. Úgyhogy ezzel a lovassággal szerintem érdemes ide jönni, hiszen azt le fogják ütni, és akkor ő viszont innen körbe menve oda tud majd menni. Vagy akkor ide, de akkor viszont ha ide rakom, akkor ugyanaz van, az még jobb. Bár itt amúgy elállnám az utat a többiek elől. Nem, az még jobb. Ide jön a lovasság. Uf.
öcsém, ha ezt megnyerjük. És nincsen nehézségválasztás legalábbis ebben ebben a verzióban. Majd nyilván lesz a teljes játékban, de hogy most nincs. Na nézzük, hogy mit lép az AI. Átlép oda az IA-szal, ez logikus volt, és lövi a lovasságot, ami szintén többé-kevésbé logikus. Oké, az is várható volt. Őt valószínűleg meg fogják semmisíteni. Kérdés, hogy ki fog belépni hova? Aha, azonos szintről támad. Most a hang, amelyik amúgy nagyon halk, a csatáknak a hangja, ez egy ilyen bug ebben a verzióban, már találkoztam bele. Az is fentről tudott támadni. Az nagyon nem jó. Viszont mi meg onnan tudunk majd fentről támadni. Ő a lovasságra megy, az jó. Ez azt fogja ütni. Valószínűleg. És még marad ez, aki pedig megáll itt. Ennyi volt? Ez nem lépett? Oké. Akkor azt jelenti, hogy ezzel a lovassággal tudnék lefelé támadni, de nagyon keveset sebezne, vagy ide, és megölné az archert. Úgyhogy ezzel mindenképpen ide jövünk. Megöljük az IA-t. És még életben marad egyébként a lovasság. Van a másik lovasságunk, amivel tudok lefelé ütni. Minimálisra, tehát nagyon keveset sebez vele. Na a jó hír viszont az, hogy ezzel tudok lefelé ütni, és ezzel meg is ölöm. És utána benyomulhatok az így felszabadult helyre ezzel az egységgel. És ez pedig azt fogja jelenteni, remélem, hogy most jól csinálom. Nem, várjatok. De ez is jó végül is. Ezek az immortálok, ezek itt tök jó helyen vannak. Majd át kell őket rakni. De hogy ezzel, ha ide jövök, akkor lefelé tudok vele támadni, igaz? A probléma az, hogy ő is lefelé fog tudni innen támadni a hegyről. De a jó hír az, hogy itt viszont már van fent egy egységünk, amelyik majd meg tud azzal küzdeni. Itt van még ez nem tudom mit fog csinálni, valószínűleg idejön, és megpróbálja megölni ezt a lovasságot, valószínűleg ez sikerülni is fog neki. Úgyhogy most azt mondom, hogy ha itt sebzünk, menni fog, az menő lesz. Így viszont ebben a körben ez az egység nem sebez. Ez az, aki kimarad a buliból. Ha csak nem tudok vele, de be tudok vele jönni ide, és onnan lefelé tudok ütni. Nagyon jó! Megszereztük a magasan lévő pozíciót. Oké, és most egyértelműen előnyben vagyunk, hiszen ők nem tudnak feljönni. Ő már fent van, viszont nem tud sehova elmozogni. Cool. És még te tudsz lépni, veled nem ütök, sőt, ami azt illeti. Vissza is vonulhatnék vele, hogyha most számítana az, hogy mennyi egység marad meg, de nyilván nem fog számítani. Úgyhogy maradunk annál, hogy end round. Nyilván megtámadják, ezzel legalább annyit értünk el, hogy ő nem mást támadott. És akkor most jön a megsemmisítés. Tehát ezzel ütünk lefelé. Nyilván lehet, hogy nem fog megsemmisülni egyébként. Még marad egy nagyon pici élete. Amit nem is fogok most ebben a körben tudni levenni, mert ez nem tud innen támadni. Ezt meghagyjuk erre, ez pedig itt fog tudni. Hát talán megölő, hogyha szerencsénk van. Szerencsénk volt. Kiváló. Oké. És most ez egy ilyen nyilsisakos küzdelem lehetne. Legyen is az. Legyen az, menjünk neki. Igaz, hogy elszenvedünk némi hátrányt. De 27-22, ezt én abszolút winnek látom. Végigvettek a körnek, lefelé támad. Igen, ez sajnos ez így van. Ezzel nem számoltam, de ha számoltam volna, se tudok vele mit kezdeni. Szerencsére elegem... Ott van még egy egység. God damn it! Azt hittem, ezt meg fogom nyerni. De most már nem vagyok benne biztos. Ugye ez lefelé jut, megint csak... Nézzétek, hogy gyakorlatilag visszatartja az ellenséget egy magában. Nagyon durva. Hogyha ezzel ütök erre, akkor ez nem hal meg. Ez meghal, ez nem. Viszont ezzel meg tudom ölni, ki tudom végezni. Tehát ezzel ütök erre. Jó. Nagyon kevés élete maradt. A lovassággal megölöm őt. Mindkettő meg fog halni. Igen. Marad ez a lovasság, ezzel hiába ütném meg, nem segítene, viszont itt a lefelé sebzés az menne. És ez jó lesz így. Nagyon sokat sebeztünk a lefelé menő támadással. Ezzel ezt ütjük, ők nem fognak meghalni, de nagyon közel kerülnek hozzá. Az a baj, hogyha nem hal meg, akkor viszont tud lefelé jutni. De szerintem ez most már jó lesz. Igen, lefelé jut, ez várható volt.
meg is öli az egységemet, ez viszont para. Ő fel fog tudni jönni. Oké, én azzal megütöm, és tényleg attól függ, hogy nem lehet kiszámolni, hogy mi lesz a vége ennek. És el is értünk a kör végére, tehát most van vége egy körnek a felső világban. Tehát ezzel megütöm, nagyon kevés életem marad. Ezzel megütöm szintén. Ez nagyon sok életet vissza, nem tudom miért. Próbáljuk meg ezt. És reméljük, hogy meghal ez az egység. Azt ígéri, hogy meghal, úgyhogy én csak megölném. Jó, és most léphet ő, és kérdés, hogy a kettő közül melyik lesz az erősebb. Ha beállod a védekezni arra a területre, mert az egy forest. Oh, az egy forest? Nem tűnik forestnek, de legyen. És mindenki meg fog halni, azt írja. Hát erre kíváncsi vagyok, mit fog erre mondani a játék, hogy nyertünk vagy nem. Thank you for playing. Hát igen, elég szoros volt, és elég para. Úgyhogy ilyen fajta csata itt a Humankindban, és ez csak cifrább lesz, úgyhogy találkozunk a következő részben, amikor is cifrább lesz. Köszönöm a figyelmet, innen folytatjuk. Nem sokára. Sziasztok!